Üdvözlök mindenkit, most bemutatom azt, hogy MAPEI technológiával, anyagokkal hogy kell parkettára járólapot ragasztani. MAPEI technikusaival beszéltem, és parkettára ragasztani többféleképpen lehet, de megmutatom. Első körben fel kell csiszolni a lapot. Ugye ez egy 2 méterszer 2 méteres kis fürdőszoba lesz, és a lapot felcsiszolom, utána jön egy vízzáró réteg, amit be kell kvarcolókkal szórni, és utána jöhet rá a padló kiegyenlítő. Persze úgy, hogy az élvédőket fölrakom előtte. Na, ezt fogom most bemutatni. Fel kell teljesen kortlanítani parketten. No, kétszer van lemosva, vagy felmosva. Itt az oldalában lesz geberit WC. SP. Ez két komponensű, a nagyobbik doboz, meg a kisebbik doboz. Ez hol van. És ugye rá van írva, hogy hogy 100 és 200 gram között kell négyzetméterét tenni. Az én fürdőszobám az 170x170, számoljunk kerekítve 3 négyzetméterre. Tehát megfordítottam a kamerát, tehát 3 négyzetméteres ez a kis fürdőszoba, amit úgy számolok ki, hogy ha 200 g-ot, mert maximalista vagyok, legyen profi, 200 g-ot számolok, akkor ugye 2x3 az 600 g, de ez a két komponens, tehát ezt el kell osztani kettővel, tehát 300 g, 300 g. Ugye a fajsúlyát nem tudjuk, de hogyha víz lenne, akkor 1 kg az 1000 g, tehát a 300 millilitert kell levenni. Van egy ilyen kis edénykém, és ugye 300 milliliter lesz egy komponens, és másik 300 milliliter lesz két komponens. Összekeverjük, és mehet ki a parkettára. Hogyha kész lesz az alapozónak a felhordása, akkor utána még meg nem kötött, gyorsan rászorok kvarchomokot, és a kvarchomoknak a szemcse szerkezete 1,2-es maximálisan, és hát árgép MAPEI futárt hozta ki, mentem, kaptam, hoztam, úgyhogy a felesleget, ami meg nem ragadt bele, azt meg le kell söpörni, le kell porszívózni. És ilyen fél. Azt hittem, hogy ez valami gyantaszínű lesz. És ebből kell most kimérni egy az egybe arányokat. Fogtam egy kis kanalat, egy műanyag kanalat, de ez olyan, mint a disperzit. Az hasonlít. És ezt egy kicsit összekeverem. Kivált belőle a higgító rész. Legyen felkeverve. Azért nem keverő kanállal csinálom, mert szinte az egy hatoda kell. Nincs fél liter, amit ki kell keverjek. Kimértem 300 g-ot, 300 ml-t, hogyha most a víz falsúlyával egyenlő, de mindegy. És ugyanennyit fogok a másik komponensből is. Na, itt a második komponens, ez is tele van. És ezt most jól összekeverem, és mehet kidolgozni. A kikevert massza, és elindítom a kihordását. Körülbelül 2 perc alatt kidolgoztam, és mehet rá a kvarcomok. Szép egyenletem. Jól beletaposom egyben.
és majd holnap leszedjük és lefosszívózzuk. Így néz ki. Megdöngölve letaposva és kiegyenlítve. Kereken egy nap múlva, holnap este 7 órakor ezt fel kell szedni, és meglátom, hogy hány kiló vett föl a parketta, azaz, hogy a ragasztó, mert a 25 kilós zsákba visszateszem azt, ami megmaradt. A folytatás következzen holnap. Egy nap múlva vagyok, és szépen belekötök. Tehát lehet látni, hogy belekötöttem ebbe a kis ragasztóba a kvarchomok. Most összeszedem, és utána felporszívozom. Söprűvel szépen. Az alapozóhoz Fiberplan nevezetű padló kiegyenlítő használ. És ezt pedig most bekeverem és felhordom. Ilyen szöges teddy henger, amit vettem. És ezzel fogom a padlót kiegyenlíteni. Ahhoz, hogy egyenletes legyen, ahhoz elgyörgetjük. Jó. Na ez a végeredmény. Most az a lényeg, hogy megint elmegyünk egy napra pihenni. De egyébként 3 óra múlva már ezt lehet alapozni. De még erre kerül egy vízzáró réteg. Most még a gipszkartonhézókat kitömítem, és utána megy rá a sarokhív, és utána megy rá az a rózsaszín vízzáró réteg. No, hát nem rózsaszín lett a vízzáró réteg, szó szerint ez ilyen úszósapka gumi, hanem kék színű, de minden gyártónak más a színe, ennek kék színű, úgyhogy a földön is kész van, erre jön a csemperagasztó és a csempe, hogy kezdődjék a csempézés. Ezzel a termékkel fogok lapozni. Ez nagy szilárdságú csemperagasztó flexi. Hát már nem emlékszem rá, majd körülbelül 4000 forint volt, de egyszer kell megvenni, akkor legyen profi. Hozzáteszem.
így néz ki, letakarítva, élvédő berakva, és ugye a parketta és a járólap összehozása elkészült. A teljes fürdőszoba még nincs kész, mert most fogom fogázni a fehér csempét. Ugye így néz ki most.